A levegő minősége évről évre romlik hazánkban. Egyre gyakrabban és egyre több településen mutat visszatérően kedvezőtlen adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ mérőrendszere. A légszennyezettséget egészségügyi szempontból 4 kategóriába sorolják: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Legutóbbi halmazba a hét elejé jelentés szerint 1 település tartozott, 9 városban többek között Nyíregyházán pedig egészségtelen volt a levegő minősége, majd a hét közepén már kifogásoltra módosult. A szálló por parányi részecskéi rövid távon súlyosabb légzőszervi tüneteket okoznak, továbbá növelik például a szívinfarktus kockázatát is. Mivel ezt belélegezzük, és viszonylag főleg a kisebb részecskék mélyebbre is eljut, egyfajta stresszt okozva a szervezetben, egy gyulladást kezdve, a más területeken, a szívérendszer területén is okoz eltéréseket. Ugye azok a betegek, akik eleve küszködnek szívbetegséggel, ritmuszavarral, szívelégtelenséggel vagy magas vérnyomással, azok a betegek különösen kivannak téve ezen hatásoknak. Ez azt is jelenti, hogy akiknél légúti betegség van, illetve akiknél ilyen szívérrendszeri betegség van, az ezekben a napokban több tünettel, akár ilyen váratlan történésekkel kell, hogy orvoshoz forduljon, és ez folytán emelkedik meg végül is ezen betegségekből kifolyólag a halálozás. Egy friss felmérés szerint Magyarországon évente 13 ezeren halnak meg idő előtt a magas légszennyezettség miatt. Télen ráadásul a gyakoribb szélmentes napok miatt hosszabb ideig fennmarad a rossz minőségű levegő a települések felett. Ebben az időszakban a gyermekek, az idősek, a krónikus betegségben szenvedők és a várandós kismamák vannak nagyobb kockázatnak kitéve. Mivel a szállópor elsősorban a légutakat roncsolja, a koronavíruson már átesett személyek is súlyosabb tüneteket produkálhatnak. Nyilvánvalóan még nem ismertük ki a koronavírus minden, tulajdonságát és hatását, de ezeknél a betegeknél a szervezetnél nem sikerült, hogy teljesen reparáljon egy ilyen fertőzés után. Tehát, hogyha el van foglalva azzal, hogy egy ilyen fertőzést követően még próbálja rendbehozni az egyébként, sérült dolgokat, akkor egy újabb stressznek kitéve természetesen sokkal fogékonyabb tud lenni az újabb stressz vagy egy újabb fertőzés irányában. A szakorvos szerint bár a COVID vírus és a szállópor részecskéinek nagysága eltérő, a maszkviselés a rossz minőségű levegő elleni védekezésben is hatásos lehet. Emellett érdemes ezekben a napokban ritkábban szellőztetni és kerülni azokat a területeket, ahol nagy a gépjárműforgalom.